Zajlanak a tavaszi munkák a földeken. A koronavírus járvány ellenére rendben folynak a vetések, vegyszerezések, és már az öntözés is megkezdődött. Az Agrárminisztérium kezdeményezésére a Belügyminisztérium április 20-ával kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot. Március óta nem esett ugyanis megfelelő mennyiségű csapadék, és a továbbiakban is erre lehet számítani, mely a Kalocsa környéki gazdáknak is jelentős problémát okoz. A tavalyi év során az agrárközösségi iroda is több öntözési előadást tartott, arra buzdítva a környékbeli gazdálkodókat, lehetőség szerint minél többen locsoljanak. Úgy érzékelem, hogy itt Kalocsa környékén is egyre nagyobb az igény rá, illetve egyre nagyobb a nyitottsága az öntözésre. Ugye itt volt könnyítés az adminisztrációs jogi szabályi területen is, hogy gyorsabban, illetve nagyobb területeken tudjanak öntözni. Azt érzékelem, hogy most már próbálnak felkészülni a Kalocsa környéki gazdálkodók, és már több helyen megkezdték tavasszal az öntözést. Ugye április 1-től indul, ha jól emlékszem, az öntözési idény. Több helyen már elkezdtek öntözni, akár a takarmány vagy kultúrnövényeket is, úgyhogy növekedik az öntözött területek nagysága Kalocsa környékén is. A nemrégiben bejelentésre került vízhiányos időszakban a gazdák ezt ingyenesen tehetik most meg. A vízhasználó bejelentése alapján vízjogi engedély nélkül egy alkalommal rendkívüli öntözési célú vízhasználatot tettek ugyanis lehetővé, amely nagy segítség lehet a termelőknek többek közt a kelesztő öntözésnél. Így a vízhiányos időszakban közvetlenül felszíni vízből ideiglenes szivattyúzással 100 hektár nagyságot meg nem haladó területre öntözési célból megszakítás nélkül egy hónap időtartalmig történhet kijuttatás. A rendkívüli öntözési célú vízhasználatot a területileg illetékes vízügyi hatósághoz írásban kell bejelenteni, amelyhez csatolni kell a vízkivétellel érintett felszíni víz kezelőjének hozzájárulását is. De nem csupán ebben, további pályázatokban is segítséget nyújt a kormány, így két új pályázat is meg fog jelenni hamarosan. Ezekkel is elsősorban az öntözés segítenék elő. Az új pályázatok tekintetében kettő új pályázatról tudok beszámolni, ami meg fog jelenni a közeljövőben. Ez az öntözési közösségeknek a létrehozása. Ugye ennek is azt a cél szolgálja, hogy az öntözött területeknek a nagyságát növeljük, illetve a faiskolák, csemeteknek a gépbeszerzése, eszközbeszerzése. Ez várható nyárig, hogy meg fog jelenni. Az Agrárminisztérium arra buzdít mindenkit, éljen a most felkínált lehetőségekkel, locsolja földjét, hogy a koronavírus elmúlása után bőségesen aradhasson. A rendkívüli öntözési célú vízhasználatról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egy útmutatót is készített, amely elérhető a köztestület portálján a kézikönyvek tájékoztatók menüpont alatt.